Sziasztok! Nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Várunk egy picit úgy, ahogy szoktunk. Kérek szépen egy pici visszajelzést, hogy minden jól látható és minden jól hallható. Hogyha igen, akkor elkezdem a ma esti kis őrületnek a felvezetését, mert azért szeretnék előre elmondani pár dolgot. Egy kicsit előkészültem, hogy ne legyen unalmas a videó. Történetesen lealapoztam a dobozt, és egyik-másik oldalát már föl is dekusztam. Várunk, várunk. Jelezzetek majd vissza, légy szíves, hogy itt vagytok-e, illetve hogy láttok-e, illetve hallottok-e rendesen. Ha leszünk egy páran, akkor neki fogok a kis Mikulásváró dobozkánknak. Tudni Hegyelje Jenikő, szia, én jól látlak. Nagyon jó, szia Jenikő. Elvileg van 16 néző, úgyhogy már. Na, hát akkor majd a többiek csatlakoznak, aki szeretne még jönni. Szóval nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Ma egy Mikulásváró díszdobozt készítek, illetve szeretnék nektek megmutatni. Mikulásváró. Kicsit meglepő az, hogy rózsaszín a papír, de bevallom őszintén, hogy hát miután nagyon tetszik a rózsaszín, én imádom, úgyhogy nekem ez nagyon-nagyon tetszik, ezek a új sztempériás papírok, majd a számát azt el fogom mondani, hogy melyik. Előre dolgoztam egy picit, hogy ne legyen unalmas, meg hogy ne húzzuk el annyira nagyon az időt. Tulajdonképpen alapozni az, hogy le van alapozva ugye a doboz, azt már mindenki tudja, és már szerintem dekupázsolni is mindenki tud, de azért meghagytam egy oldalt, hogy lássátok, hogy szoktam én. Illetve azt azért még elmondom, hogy amikor egy picit nagyobb felületeket dekupázsolunk, és hogyha mondjuk rizspapírt használunk, akkor nincs olyan nagy baj, mert ugye a rizspapír az nagyon-nagyon egyszerű vele dekupázsolni, mert nem egy érzékeny papír, tehát nyugodtan át lehet menni, át lehet kenegetni többször is akár a felületet, tehát nagyon hibázási lehetőség nincs, mert hogyha esetleg nem jó helyre tettük, akkor föl is lehet óvatosan emelni és áthelyezni, szóval itt nincsenek nagy hiba lehetőségek, de azért, hogyha nagy a felület, akkor azért óvatosabban szoktam vele legalábbis én bánni, és akkor biztos, hogy gyönyörű szép a eredmény, tehát nem lesz gyűrődött a papír, nem lesz alatt a levegő, és stb. Stb. Nos, szóval, ha nagyobb, vagy ha konkrétan most erről a dobozról beszéljünk, ha ezt a dobozt mondjuk dekupázsolom, akkor általában úgy szoktam, hogy két oldalt csinálok meg egyszerre, méghozzá azért, hogy könnyen tudjam forgatni a kezembe. Bár ez egy szerencsés doboz, mert ugye itt bele tudok könnyedén nyúlni, és akkor így meg tudom forgatni, tehát nem feltétlen kell leraknom. Ugye ez azoknál a dobozoknál érdekes, mondjuk egy kerek doboznál, amikor az ember nem nagyon tudja, hogy lehelyezni a kezéből, vagy lerakni a kezéből, és akkor ugye az kicsit macerás, hogy bele ne nyúljunk, illetve meg ne sértsük a már nedves papírt. Na hát a dekupázsról ennyit, illetve igen. Jó, jönnek szép számmal, sziasztok! Sziasztok! Köszönget, és mindenki írja, hogy minden rendben, minden jó, jól látnak, jól hallanak. Nagyon jó, köszönöm szépen a visszajelzéseket. Szóval ott tartottunk, hogy a papírnak a számát majd el fogom mondani, hogy ez melyik rizspapír. Szerintem nagyon cuki, igen. Jó, a Viktória kérdezi, sziasztok, lehetne majd kérni a hó meg a jégpasztából bemutatót? Úgy értem, hogy melyik a fényes matt, illetve áttetsző, vagy sem. Egy másik videóba persze lehet, hogy ne lehetne, nyilván, persze. Most az az igazság, hogy annyira régen használtam, hogy azt tudom, hogy a jégkristály az csillámos, és hogy az picit áttetsző, a hókristály az meg egy picit ilyen opálos, azt hiszem így van. De szerintem tavaly előtt, vagy nem tudom, igen, készült róla a videó, de nem emlékszem rá. Lehet, persze, mindent lehet, amit szeretnétek, hogy ne. Igyekszünk mindent beletenni. Na, szóval dekupázs. Ugye a dekupást azt minden esetben úgy készítjük, hogy előkészítjük a felületet, lealapozzuk, lefestjük egy világos színre. Valamelyik nap kérdezték tőlem, hogy a fekete szalvéta vagy fekete papír alá, hogy mit festünk, illetve hogyan kezdjük el. Ugyanúgy minden dekupázs alá világos szín, illetve fehér szín kell, hogy kerüljön, mert a minták csak akkor fognak szépen előjönni, hogyha fehérre kenjük le, vagy nagyon világos színű, nagyon halvány festékkel alapozzuk meg a doboz bármit.
Szóval itt is most fehérre lealapoztam, lefestettem, és most szépen a dekupás papír, illetve a rizspapír alá egy picit mindig vastagabban kell tenni a dekupás ragasztót. Én most a ultramatt dekupás ragasztólakkal dolgozok. Nagyon-nagyon szép, miután befejezte az ember a dekupást, és hogyha átkentük a tetejét, akkor tényleg ilyen nagyon-nagyon klassz, abszolút teljesen matt felületet ad. Úgyhogy szerintem nagyon-nagyon klassz ez a ragasztó, de tényleg. Szóval elég alaposan alá kenek ilyenkor a ragasztóból, méghozzá azért, mert a papír vastag, tehát hogy egy picit föl fogja szívni. Miután itt nem vágtam el a papírt, mert ez pont így fogja kiadni a mintát, és azért nem akartam felszabdalni, hogy csak egy-egy oldalt csináljak vele meg. Így, most csak innen az oldalból, és onnan, ahol már ugye rá van ragasztva, onnan simítom ki a levegőt alóla. Én ilyenkor rögtön, amikor ennyire fölvittem, kezemmel át szoktam húzni az éleket, és ezt rögtön utána le is szoktam reszelni, azért, hogy a véletlenül sem maradjanak ki. Tudom, ez a dekupázs, ez most tényleg egy olyan dolog, hogy már biztos vagyok benne, hogy mindenkit dekupázsol, de hát, ha tudok mondani olyat, ami esetleg még nem jutott valakinek eszébe, és így praktikusabb, úgyhogy ezért hagytam meg ezt az oldalát, úgyhogy ha valakinek uncsi, akkor nyugodtan szóljatok, de mindjárt folytatjuk. És gyakorlatilag, ugye a csajoknak mindig van körömreszelő, úgyhogy az egész biztos, hogy ilyenkor is nagyon jó szolgálatot tud tenni. Én nagyon szeretem, mert pikpak egyrészt kisebb, illetve elég jó, elég jól dolgozik nekünk, amikor így a papírokat kell elreszelgetni, úgyhogy szinte mindig körömreszelőt, azt a papír alapú körömreszelőt használom, hogy a felesleget le tudjam reszelni. És már le is tudom szedni. Persze a rostokat azért nem olyan egyszerű sokszor elreszelni, de mondom én, hogy milyen könnyű, ugye? És akkor egyszer csak nem jön le, de azért csak sikerül. Szóval a dekupázs annyi, hogy tulajdonképpen ennyi, és ilyenkor ugye gyönyörű szépen átkenjük az egész felületet, tehát ilyen szemvicsbe oldjuk meg ezt a ragasztózást, és akkor biztos, hogy nem fog sehol fölválni, biztos, hogy gyönyörű szépen ott fog maradni. Ebben az esetben, ha a rizspapírral dolgozunk, ugye nincs annyira érzékeny a felülete, nyugodtan lehet rajta húzni az ecsetet, nem szakad föl. Ha egy sima szalvétával dekupázsolunk, akkor azért ott nyilván sokkal-sokkal érzékenyebb, tehát ott azért óvatosan bánjunk. Teljesen mindegy, hogy milyen dekupázs ragasztóval dolgozunk. A szalvéták azok minden esetben nagyon érzékenyek, mert ugye egy egész pici, egész hártya vékonyságúak, nem is vastagságúak. Na, kezemmel így el szoktam oszlatni a ragasztót, mert hogy nem tudom, én nekem muszáj éreznem ezeket az anyagokat, úgyhogy így teljesen biztos. És ezt még nem kentem le, csak feldekúztam, úgyhogy ezt az oldalát is szépen átkenem. Mindjárt megfordítom, és meglátjátok, hogy mennyire nagyon szép matt felületet ad ez a dekupázs ragasztó. Nagyon klassz kis matt, tehát egybe ugye dekupázs ragasztó és lakk is egybe, tehát nem feltétlen kell ezek után átlakkozni a felületet, ha csak valaki nem úgy szeretné, de én most nem fogom, mert nekem ez így teljesen tökéletes, nagyon-nagyon szép. Na, szóval, hogy nézzétek meg, hogy mennyire klassz kis matt felületet ad, már is feljebb viszem. Ez még most azt látjátok itt a szélén, amit most átkentem, tehát ott még friss a ragasztó. Fejjel lefelé, jó? Akkor mindjárt megmutatom így. Szóval ez a papír, és ilyen az oldalai. Én ezt a részét, ez és ez a folytatása, látjátok itt a cipőcskének a
korcsolya cipőnek a folytatása, ez amit most kentem, ez pedig a papírnak a felső része, és gyakorlatilag így fog nekünk összeállni. Nos, hát őt most félreteszem száradni, addig, amíg itt dolgozunk más egyébbel, addig nyugodtan megszárad. Ez csak egy kis ízelítő, talán már sejtitek, hogy mi fog készülni a doboz tetejére, de ennyire ne szaradjunk előre, most egy picit ezt elrakom, és lefestjük a doboznak a tetejét. Nagyon-nagyon harmonizálni szeretnék a dobozon összes található elemekkel, akkor ugye megnézem minden esetben, hogy visszaveszem egy kicsit a dobozt, megnézem minden esetben, hogy milyen színek vannak benne. Ha a doboznak a teteje, ahová, ezt most csak ide rakom, és mindjárt elmondom ezt is, hogy ezzel mi történt, de szerintem ezt is látjátok, és biztos, hogy már ti is készítettétek így a doboz tetőt, de azért a biztonság kedvére elmondom, hogy mi történt ezzel. Szóval, hogyha az ember teljesen biztosra akar menni, akkor én mindig úgy szoktam, hogy a mintából, hogyha bármilyen minta van egy papíron, ha azzal hasonló színű árnyalatúra festem a tetejét, vagy a olyan részeit a doboznak, ahová esetleg nem megy dekupás, akkor biztos, hogy nem lehet mellé nyúlni. Tehát itt ugye a papírban van egyébként, én festeném a doboznak a tetejét is, akkor az már nagyon-nagyon sok lenne. Illetve, amit még rászánok mintának, az ugye szintén rózsaszín, és hát akkor már nagyon-nagyon sok lenne, tehát én most ezt a tetőt egyszerűen a Country Cake akrilfestéke, matta akrilfestékkel fogom lefesteni, méghozzá úgy, hogy ezen is egy picit világosítani fogok, hogy ne legyen sötét, mert egy ilyen kis halvány árnyalatot szeretnék elérni. És jogosan kérdezhetitek, hogy hol van itt a Mikulás váró, az majd egy kicsit később, illetve ezután, de most nem akarom lelőni a poént, és szerintem annak fogtok nagyon örülni, mert, vagyis nagyon remélem, bízom benne, hogy annak fogtok örülni, mert az lesz az igazán jó kis történet, illetve az fogja megadni a dobozunknak az ékét. Úgyhogy ez még csak egy ilyen kis bevezető, ízelítő az, hogy gyakorlatilag hogyan szoktam én dekupázsolni, vagy hogyan választom ki a színeket. Remélem ez is segít egy kicsit, vagy remélem ez is hasznos. Nos, szóval jön a Country Cake akrilfesték, de előtte még elmondom, hogy a dobozt átfúrtam középen, illetve nem is én fúrtam át, hazudok, mert a Lacin fúrt át, de mindegy. Szóval került rá egy luk, amire ugye fölrögzítettem ezt a bútorgombot, így lehet kapni, pentárt viszont eladóknál is biztos, hogy lehet kapni, mert onnan van nekem is. És egyszerűen csak fölcsavaraztam, úgyhogy azért, hogy ne kelljen már itt most ilyenkor csavarozgatni, és ezt fogom most így, ahogy van, lefesteni ezzel a Country Cake-kel. Azt mondtam, hogy egy picit világosítok rajta, mert sötétnek találom egy kicsikét a dobozhoz, így önmagába, úgyhogy egy nagyon picit világosítok rajta, és hogyha megtalálom, pedig ide raktam egész közel, elbújt valahová a festőkésem, pedig biztos, hogy itt van, 1000%, mert hogy ide készítettem, csak sok ecset közé elbújt, megvan. Azért annyira nem tudott elbújni, tudtam én, hogy ide raktam, szóval picit kiveszek belőle. Ugye, ha a festéket keverünk bármilyen színre, bárhogyan, akkor az fontos, hogy ne a dobozba nyúlkáljunk bele, hanem egyszerűen egy kis tányérra kivenni, és aztán ott összekeverni, mert akkor csúnya lesz a dobozba egyrészt a festékünk, másrészt pedig, tehát hogy összekeveredik, nem fogjuk tudni többé előcsalni azt az árnyalatot, úgyhogy mindig ki szoktam venni a tányérra, és hát igyekszek inkább kevesebbet kivenni, hogy azért pocsékba, feleslegbe azért ne menjen ki a festék, de azért sokkal célszerűbb így kevergetni, így összekeverni a tányéron, mert úgy biztos, hogy a többi festék, ami a dobozban van, úgy nem megy tönkre. Ezt annyira nem is nagyon keverem össze, hogy teljesen homogén, egyszínű legyen, mert tulajdonképpen nekem, hogyha lesz benne egy kis játék, a színét tekintve, akkor az még jól is jön, úgyhogy
csak éppen, hogy egy picit összekevergettem a festéket. Most ez nekem pontosan elég, és gyönyörű szépen lefestem a doboznak a tetejét. Igen, jó kis új ecset. Tudjátok az ecsetnél, hogy amikor új az ecsetünk, akkor azt a ragasztót, amivel összeragasztják az ecseteket, hogy ne álljon így széjjel, és amikor még az ember hozzájut a boltokba, akkor is szép legyen, jó eséllyel megmaradjon olyan állagúnak, amilyennek szeretnénk. Azt minden esetben ki kell törni az ecsetből, mert az nem jó, hogyha benne marad, és az a legjobb, az a legbiztosabb, hogyha ki is öblítjük. Elég egy sima vízzel, de kiöblítjük, mielőtt használnánk. Hát én most nem fogom bemártani vízbe, mert elfelejtettem előzőleg, de így is jó, hogyha teljesen kitörölgeti belőle az ember. Szóval egy ilyen kis halvány country cake-et szánuk a doboznak a tetejére. Nem mondjátok dekopást, meg a festegetést? Remélem, hogy azért nem, mert hogy majd azért jön még egy kis izgalom is. Csak ezeket a lépéseket muszáj előre megoldani, mert különben akkor ugye, hogy minimum 3 órás videó lenne, de hát már tényleg nem akarok olyanokat, hogy az egész doboznak az oldalát végig dekúzni, mert szerintem az már tényleg felesleges, már biztos, hogy mindenki dekupázsolt, az, aki kreatívkodik, az szerintem mindenkinek az az első, hogy megpróbál dekupázsolni, szóval innentől kezdve gondolom... Írja, hogy ezt nem lehet megunni. Jaj, de cuki vagy, nem lehet megunni, az jó, az nekem jó. Azt én szeretem ezt hallani, hogy így van. Csak hát igen, nehéz már kitalálni, hogy mit mutassunk meg. Ugye, amit még nem láttatok, vagy amit még nem mutattunk, és az az igazság, hogy ugye tulajdonképpen mindennek az az alapja, hogy lefestjük, lealapozzuk, stb. Stb. Tehát ezeket a lépéseket nyilván nem lehet kihagyni, és ez már, én úgy gondolom, hogy már-már egy kicsit talán unalmas is, amikor az ember csak egy egyszínű valamire festi a dobozt, vagy dekupázsol, vagy ilyenek, mert már milliószor mutattuk, de végül is azért nem unalmas szerintem, ha valamitől nem unalmas, hogy minden papír más, mindenkinek más a mozdulata, stb. Stb. Szóval vélhetően így még jó esélyünk van rá, hogy talán-talán nem unjátok el magatokat addig, amíg itt ezeket a dolgokat megoldjuk. Egész kis kellemes színe lett, ugye? Nézzétek meg, hogy mennyire klasszul fog így kinézni, milyen kis jó pofa lesz. Hogy szépen fog menni hozzá. Még ha nagyon-nagyon akarnám, hogy teljesen passzoljon, de nem akarom, hogy teljesen ugyanolyan színű legyen, mint a korcsolya, akkor egy nagyon pici zöldet is tennék bele, de nem a sima zöldet természetesen, hanem van egy olyan szín is nekünk, hogy country zöld, tehát, hogy nem sokban tér el, ez egy picit zöldesebb, ez egy kicsit kékesebb árnyalat, de nem akarom zöldesbe, nem akarom túl bonyolítani, és majd a későbbiekben meglátjátok, hogy miért van ez, hogy miért nem akarom én ezt túl bonyolítani. Most nem fogom az alját lefesteni, de tudjátok, azt a videó után azért azt mindig szépen lefestegetjük, illetve ami olyan, hogy a doboz alja, a belső része, stb. Azt tényleg nem akarom már itt mutogatni, de látjátok, hogy igen. Többen is írják, a Judit is, meg a Marika is, hogy jó nézni, hogy alkotsz, egyébként is az ismétlés a tudás anyja. Hát igen, tulajdonképpen tényleg ez van, hogy ismételni az mindig jó, csak hát igen, csak ne arról szóljon az egész történet, hogy most én csak dekupázsolok, hanem azért mást is. Nagyon, nagyon klassz egyébként ez a dekupázs ragasztó, tényleg nagyon szép matt, ultramatt, ez az új, nem tudom, tudjátok-e, vagy, de biztos tudjátok, ez az ultramatt dekupázs ragasztó, és tényleg hihetetlenül szép matt felületet ad.
de nem csak, hogy matt felületet ad, hanem olyan érdekes, hogy matt, de közben meg gyönyörű szépen kiélénkedik, felelevenedik a szín. Tehát, hogy matt, de nagyon szép, meg feléled a szín, ami a alapjáraton mondjuk a dekupás papírnál egy picikét ilyen fura, amikor fölrakja az ember, ugye amikor még csak alulról van átkenegetve a ragasztó, és mikor rásimogatjuk a papírt, akkor egy picit olyan matt, olyan kis élettelen. Na, ez a ragasztó, ez pedig olyan szépen egy kicsit úgy megélénkíti a színét, szóval tényleg klassz, úgyhogy nagyon szeretem. Nos, szárad nekünk a doboznak a teteje, szárad nekünk a dobozunk alja, mindjárt valahova ide elrakom, hogy ne legyen itt útba, mert hogy most jön egy kis őrület, nevezetesen. Fölírtam magamnak, hogy fogok haladni, azért, hogy a lehető legjobban használjuk ki az időt, és ne csak az, hogy az időt tökéletesen használjuk ki, hanem hogy érdekes is legyen egy kicsit ez a videó. Ugye, Mikulásváró doboz. Mitől lesz ez Mikulásváró doboz? Lelőttem a poént, csak elszólom magam. Hát attól, hogy Mikulás virágot szeretnék nektek mutatni. Sokszor sok mindent készítettem már, és mutattam nektek dekorgumiból. Mindig elmondom, hogy a dekorgumi azért nagyon klassz, mert hogy az ember úgy kedvére tudja formálgatni, és tényleg gyönyörű szép virágot csináltunk már, ugye fenyőfát, ez megvan valahol tavaly előtt, nem is Isten tudja, mikor csináltam azt a videót, de pentátos videó, úgyhogy azt megtalálhatjátok. Csináltunk már, azt mondtam, articsókát, azt is csináltunk. Csináltam már, hát posztba ugye az esernyőt, mert azt nem tudom, azt még most is nagyon gondolkodok rajta, hogy ezt hogy lehet belerakni videóba, mert ez borzasztó hosszú, tehát azon tényleg napokig dolgoztam. Na, visszatérve a Mikulás virágra, balettcipőt is csináltam, a virágokat is csináltunk már, mindenféle virágokat, hóvirágot is, igen. Na, szóval, hogy tényleg most már azt hiszem, hogy nem is tudom talán felsorolni, hogy mennyi rengeteg dolgot készítettem, és mutattam meg nektek. Azért, hogy lássátok, hogy nem feltétlen kell rögtön szaladni a virágboltba, nem feltétlenül kell megvenni a drága virágokat, mert ami szép, az valóban tényleg nagyon drága. És egyszerűen, főleg egy Mikulás virágot végtelen egyszerűen meg lehet oldani, ebből az egyszerű, teljesen hagyományos, ez a két minis, vagy nem tudom, két minis, igen, tehát nem, ez nem a foamiran, nem az a nagyon vékony, tudjátok, az a egy minis, hanem ez a sima, hagyományos, teljesen hagyományos dekorgumi. Fehér azért muszáj, hogy fehér legyen, mert ezt tudjuk szépen színezni. Tegye fel a kezét az, aki színezett már úgy dekorgumit, hogy nem a hagyományos módon, tehát hogy nem úgy, hogy átfestettük akrillal vagy egyebekkel. Hogyha ezt megírjátok nekem, akkor az nagyon jó, és kíváncsi vagyok, hogy ki hogyan színezte, mert most ezt szeretném nektek megmutatni, hogy hogyan is lehet teljesen élethű szirmokat festeni, színezni, méghozzá úgy, hogy ez nem fog lejönni róla, tehát nem fogja összefogni a kezünket. Nyilván egy idő után nincsen beleégetve meg egyebek, de tartós, tehát hogy sokáig szép tud maradni. Nos, hát az alapja ugye az ezeknek a szirmocskáknak, ebből lesz majd nyilván a Mikulás virág. Az alapja az gyakorlatilag nagyon egyszerű, nagyon sok esetben sokszor mutogattam már, hogy én kartonból kiszoktam vágni magamnak egy sablont, méghozzá azért, hogy egyformák legyenek a szirmok, amire úgy gondolom, hogy nagyjából egyformának kell lennie. Igen. Igen, jó helyen járunk, kérem szépen, igen. Márti írja, hogy nagyon szépek, csodaszép a szirmok. Örülök neki.
Nos. Jó, hát akkor más senki ötlet, más nem színezett dekorgumit másképpen, valami más. Szilvia írja, hogy pasztelkrétával, Igen. Ávét hajnalka írja, hogy akvarelceruzával. Igen, az is jó. Jó, na akkor még azért lesz mit mutatnom, mert remélem, hogy igen. No, tehát a sablonoknál tartottunk. Én nemes egyszerűséggel kézzel megrajzolok egy levelet. Most konkrétan ugye a Mikulás virágnak a szirmai, a virág szirmok úgy néznek ki, mint egy levél, csak egy picikét tér el, hogy nem pont levél formájú, de azt hiszem, hogy itt is bőven benne van az, hogy aztán lehet bármilyet, nem kell kétségbe esni, amilyen levél sikerül, olyat rajzolunk, és az a lényeg, hogy ne az a nagyon kis csíklevelet rajzolja az ember, egy pici teste legyen, tehát legyen egy kis krix-kraksz benne, és már is Mikulás virág levél lesz belőle, ezt biztosan mondhatom. Szóval háromféle méretbe készítettem ezekből a, látjátok, csak kézzel, nem hazudok, itt van rajta, hogy csak kézzel és belejavítgatok, ugye, mert csak ilyen krix-kraksz. Na, szóval háromféle méret, mert ebből tudom összerakni úgy a Mikulás virágot, hogy az tényleg szép legyen. Andrea Igen. írja, hogy ő filccel színezte, a Kovács Judit írja, hogy porpasztellel. Igen, jó helyen járunk, jó helyen járunk, Igen. kérem szépen. Jól van, jól van. Na, ennek örülök. Megvan a három méret. A három méret azért kell, hogy ugye tényleg olyan élethű legyen a virágunk. Ebből egyszerűen fogom ugye a kis sablonomat, amit nagyon ügyesen kivágtam. Nem, megint keresek, állandóan keresek, de megvan, pedig esküszöm, mindent ide készítettem a kezem alá, hogy minden úgy legyen. Ha nem akarjuk, ugye, hogy meglátszódjon a ceruza nyoma, akkor lehet úgy is a dekorgumira jelölni, hogy csak egy fogpiszkálóval vagy egy díszítőtűvel az ember megrajzolja, annak is megmarad a nyoma, szóval úgy is szoktam, hogy amikor ceruzával rajzolom, akkor egy picit úgy vágom le, na most el is csúsztattam, úgy vágom le, hogy egy kicsit beljebb vágom, és akkor ugye nem látszik a ceruzának a nyoma. Igazából az nem baj, hogyha úgy oldja meg az ember, hogy nem látszik, mert a széle az csúnya lenne, hogyha látszana a grafitnek a helye. De ha valaki biztosabbra akar menni, és jobban akarja látni, mint az, hogy bele van karcolva, akkor nyugodtan meg lehet ceruzával is rajzolni, csak akkor egy kicsit beljebb kell szabni. Szóval ebből kivágunk a nagyobb levélből egy 5-6 darabot maximum. Ugye többféle, mindenféle Mikulás virág létezik, tehát annyira nem ragaszkodunk mi ahhoz, hogy teljes totálisan olyan legyen, mint az igazi, csak azért nagyjából hasonlítson hozzá. Tehát ezért mondtam a levélmintát is, hogy random módon, ahogy tetszik, kiszabjátok, és az biztos, hogy úgy lesz jó. Méretét hogy nagyjából fogom azt a részt, ahol díszíteni szeretnék, és oda mérek egy darab papírt, és arról le kell, hogy lógjon, mert egy picit a hőkezelésnél még össze-össze megy a dekorgumi, és hát azért úgy fog jól mutatni, hogyha egy picit nagyobb ez esetben most nekünk. Szóval mindig így, nagyjából így lövöm be. Szóval kirajzolom körbe a mintákat, egy 5-6 darab bőven elég egy Mikulás virághoz. A kisebbből és a közepes méretűből is ugyanígy megrajzolom a mintáját, és ezt gyönyörű szépen, és itt van még a kicsi, ebből is, és nagyon szépen, ha megvan egy ilyen 5-6 darab, akkor egyszerűen kivágom. Ami nagy segítség nekem, legalábbis én úgy szoktam, illetve úgy szeretem, dekorgumi esetében szinte mindig ilyen tompa hegyű ollót használok, mert ugye, ahogy az ember vágja, beleakadunk, és volt már, hogy egy hegyes ollóval kezdtem neki, és véletlenül beleszúrtam, belevágtam mindig a dekorgumin azon részébe, ahol éppen nem dolgoztam volna, csak úgy véletlenül beleszaladt, úgyhogy sokkal kényelmesebben jobban tudjátok forgatni a ilyen tompa hegyű ollót, mint a hegyes ollót. Borzasztó egyszerűen lehet ugye vezetni, mert annyira puha a dekorgumi, hogy úgy megy, mint a vajon.
és nem egy nehéz, nem egy bonyolult kivágni. Szépen úgy vágom ki, hogy ezek a grafit nyomok ne látszódjanak, ennyi csak az egész. És mikor megvan méret méretenként az 5-6 darab, akkor most nem vágom körben, nem vágom végig az 5-6 darabot, ezt most csak ide visszateszem, mert nincs rá szükség, mert már itt előkészültem szintén, hogy ne kelljen nagyon sokat. Tehát szépen méretenként 5-6 szirmot kivágunk, abból lesz egy darab Mikulás virág. Miután kivágtuk, jön a színezés. Nos, szóval ehhez a finom árnyalathoz, hogy ennyire kis élethű és ilyen szépen egyben mosott, ne egy ilyen elhatárolt paca legyen a dekorgumin, és ugye miután nem használunk hozzá akrilt, ezért kell nekünk egy baba törlőkendő, teljesen mindegy milyen márkájú, nem jó a tisztító kendők, azok nem jók, ezek a baba popsi törlőkendő, ezek teljesen jó, teljesen mindegy, hogy milyen márkájú, az a lényeg, hogy ilyen baba törlőkendő legyen, mert az a jó, nem jó nekünk, hogyha olyan túl vegyszeres. Ezek a babatörlő kendők gyakorlatilag ugye mindig fel vannak itatva, át vannak itatva valamiféle, nem tudom milyen nedvességgel, nem vagyok vegyész, de valamivel át van itatva. És akkor jönnek az olajpasztelek. Színezéshez, ha egy intenzívebb, erősebb színt szeretnénk elérni, akkor ahhoz a porpasztelt használjuk. Abban az esetben, és nem is feltétlen igaz még így sem, mert ezzel is lehet azért elég intenzív színt elérni. Ha kevésbé akarunk intenzív színt, akkor ezt azért mondom így, hogy vagy a porpasztel, vagy a olajpasztel, gyakorlatilag mind a kettővel nagyon-nagyon szépen meg lehet színezni. A porpasztellel meg lehet azt csinálni, hogy a felületen átszínezzük egy kicsit a dekorgumit, kendővel egy picit összemossuk. Tehát az az egyik dolog. Mégis jobb szeretem az olajpasztelt, az olajpaszteles színezést, méghozzá azért, mert sokkal finomabban, azt hiszem, sokkal finomabban tudok vele dolgozni, sokkal finomabb árnyalatokat tudok kihozni. Ehhez, ha hiszitek, ha nem, ezt a piros, elég intenzív, már-már ilyen megypiros színt használtam. A porpasztelt, meg a olajpaszt, ez olajpasztel. Az olajpasztelt is ilyen papírírószerboltokban, jobb, nagyobb papírírószerboltokban, bár most már kisebbekben is van, mert most már talán gyerekek is használják talán iskolába, vagy kérik talán a iskolába tőlük, úgyhogy jó szerrel be lehet szerezni a sima, kis, egyszerű papírírószerboltokban is. Nos, ugye átkenem a papírtörlőt ezzel az olajpasztellel, és gyönyörű szépen elkezdem beszínezni, de csak ilyen félig húzom le a festéket, ilyen szép átmenet. Megmutatom nektek így közelebbről, hogy egész el van véknyúlva maga a festék. Tehát, hogy nincs ilyen elvágólagosan, hogy ilyen elhatárolt szín, nincs kontúrja, hanem így én nagyon szépen elvéknyítom, ahogy elhúzom rajta. Ami fontos, az az, hogy amikor megszíneztük a egyik oldalát, át kell színezni, mert ugye itt van egy 2 mm vastagsága ennek a dekorguminak, tehát azt azért érdemes így átszínezgetni, hogy amikor elkészül, akkor ne az legyen, hogy úristen, ott tiszta fehér, és akkor az hogy néz ki, tehát úgy nem szép, hogyha fehéren hagyjuk. Ezt szépen félretesszük, picit szárad, jön a következő, azt is megszínezzük, és így sorba szépen megszínezzük, de csak a pirossal dolgozunk most. Ha rózsaszínnel dolgoznék, akkor egész nagyon-nagyon halvány lenne, tehát hogy alig-alig kivehető, alig-alig látható lenne, az is nagyon szép, de hogy sokkal-sokkal halványabb árnyalatot kapnék avval. És még a színezésen túl, amikor egy picikét hőkezeljük, nem nagyon, de egy kicsit hőkezeljük,
akkor még egy picit finomul, halványulnak ezek a színek, úgyhogy érdemes itt kitalálni, hogy mennyire akarom én ezt erőteljesen és a szerint dolgozni. Ilyenkor, mikor már megszáradt, ezt azért mondom, hogy tegyük szépen félre, egyik oldalát megfestettük, félre rakjuk, és akkor mikor már újra kezdjük előről a másik oldalát, addigra már megszárad, mert addig, amíg nedves, addig könnyen le tudom róla szedni, illetve még a szilikon is, vagy akármi, amin dolgoztok, még azt is meg tudja fogni, úgyhogy érdemes tényleg csak úgy színezgetni, hogy először csak az egyik oldalát, és aztán a másik oldalát. Nézzétek, meglátjátok, hogy itt is pici nyomot hagyott, mert még nem száradt meg teljesen. Szóval először én azt gondolom, hogy egyik oldal, és utána a másik oldal. Aztán ahhoz, hogy a alja ugye ilyen szép kis átmenetes legyen, illetve legyen, tudjátok, a Mikulás világ, nem mindegy, Mikulás világok, nekem az nagyon-nagyon tetszik, ahol így az alja egy kicsit zöldebb, vagy más színű, és így tényleg egymásba olvadnak a színek, azok olyan nagyon szépek, lehet, hogy csak nekem, de olyan kis élethű így, ha ezt a módszert, ha ezt a rendszert követjük, akkor ezzel így nagyon kis élethűvé tudjuk varázsolni, igen. Hajnak a kérdező, hogy ha piros alap, fehér olajkréta szerinted működik? Próbáltad már? Ha piros az alap, fehérre biztos, hogy valamennyire működik, de ne várd tőle azt, hogy az teljesen le fogja fedni a fehér olajpasztel. Tehát, hogy valamennyire le, igen, valamennyire lefedi, de nem teljesen, egy picit át fog ütni rajta. Igen, egy kicsit olyan hamvasabb lesz tőle, én azt gondolom. Nem próbáltam pirosat még, de színeset már azt hiszem próbáltam, és nem, tehát annyira azért nem fed a fehér olajpasztel, meg porpasztel se. Bár ha mondjuk a porpasztelt használod, és azzal egy kicsit átkenegeted, és úgy át, de ugye miután a porpasztelhez kell azért a nedves törlőkendő is, mert anélkül nem fog ott maradni, tehát hogy úgy lepereg, leporlik róla, ha nem használjuk a nedves törlőt. Tehát kvázi most itt ugye, hát azt nem mondom, hogy a kötőanyagunk, de majd, hogy nem a nedves tördőkendő, tehát azzal tudjuk ugye rá, igen, dolgozni a nedvesség hatására. Nos, itt folytatjuk úgy a szirmokat, hogy elkezdjük a másik oldalról, és így gyönyörű szépen belehúzzuk a már meglévő színünkbe. Ezt most direkt mondtam így, mert ugye kinek melyik tetszik, vagy kinek mi tetszik. Szóval, hogy így néz ki az ujjamon. Jó, rá kell nyomni azért, hogy ott azért maradjon valami a törlőkendőn, és így gyönyörű szépen át simogatom alulról fölfelé, és egy picit belehúzom a pirosas részbe, illetve hát ebbe az esetben nekem egy kicsit ilyen rózsaszínes. És nézzétek meg, hogy mennyire gyönyörű szép lett így, hogy mennyire szépen egymásba olvadnak a színek, úgyhogy ez tényleg így nagyon-nagyon kis, tényleg nagyon kis helyes. Nos, megcsinálom még ezt is, és aztán innen folyt köv. Na, eddig tetszik, remélem, hogy tetszik nektek ez így. Remélem, hogy igen. Én nekem azért ez elég régóta nagy szerelmem, ezt workshopon csináltuk lányokkal, ő nekik is nagyon tetszett, de hát ez már sok évvel ezelőtt volt. Nem is tudom mikor, de régen. Szóval színekkel így lehet játszani nyugodtan, akinek, kinek melyik tetszik, milyen árnyalat tetszik, vagy hogy tetszik, úgy nyugodtan lehet variálgatni. És aztán, mikor az összessel megvagyunk, hogy megszíneztük egyik oldalán, másik oldalán a pirosat, addig működik ez a törlőkendő, amíg nedves. Amikor kiszáradt, akkor már nem fog ilyen szépen viselkedni, tehát mindenképpen addig tudtok vele dolgozni, színezni szépen, amíg nedves. Utána, ha nem, akkor azt le kell cserélni, és egy másikat elővenni, és úgy folytatni, mert akkor lesz ilyen szép, akkor tudjátok olyan szépen összemosni a színeket. Szóval ez egy sima, egyszerű, ezt még én rendeltük valahonnan külföldről, nem is tudom honnan, de teljesen mindegy, teljesen egyszerű, hagyományos olajpasztel, azzal tudtok ilyen szépségeket elérni. Szóval megvannak a szirmaink, ugye?
Azt mondtuk, hogy megvannak a kis szirmok, most pedig hőkezeljük őket. Bedugom a kis vasalómat, mert hogy kell nekünk hozzá egy vasaló. Azt szoktam mondani, hogy a vasalót azt ilyen melegre, de nem forróra állítjuk. Hát ugye itt szó volt már arról, hogy kinek milyen teljesítményű a vasalója. Én azt gondolom, hogy semmiképpen nem forró levegővel, vagy levegővel, nem régen szárítottam a hajamat, szóval nem forró vasalóval dolgozunk, de azért kell, hogy meleg legyen, mert azért akkor, ha nem meleg, akkor nem fog történni semmi, de ne legyen. Most jó, visszajött. Na, szóval, ugye megvannak a színezett kis elemek, amiket már beszíneztünk, és mindenképpen ugye hőkezelés előtt kell színeznünk, mert utána már nem tudjuk így. Egyrészt egy picit keményebbé válik a dekorgumi, másrészt pedig, hát ugye, mikor már így kicsit ilyen hullámos, ilyen-olyan, felvesz egy ilyen fura formát, illetve hát nem is fura, mert nekem kifejezetten tetszik, de akkor már azért nehezebb. Így az ember leteszi ide a kis dolgozós felületre, és akkor már lehet is rajta színezgetni, és akkor nem kell itt bohóckodni vele. Igen? Tesztgépen megállt a videó, nem tudom, hogy kifelé megyek. Na, hát tesztgépen megállt a videó, kifelé nem tudjuk, hogy megye, remélem igen, de minden elképzelhető, vagy semmi sem elképzelhető, vagy semmi sem elképzelhetetlen. Igen, megy. Akkor jó. Olyan nem tudom, hogy miért bohóckodik a internetünk, vagy nem tudom, mit csinál. Jó, akkor szuper. Nem túl forróra, de most nem érzem, hogy mennyire forró, vagy mennyire nem. Hát persze, hogy nem, mikor nincs is bekapcsolva fel, nincsen a billenő kapcsoló fölbillentve. Mondom én, hogy ma egy kicsit szórakozott vagyok, nézzétek el nekem, de azért a végeredmény, illetve az, amit csinálok, azért azt remélem, hogy nem befolyásolja. Jó, hogy többen írják, csak egy pillanatra állt meg. Igen, jól van. Jó, köszönjük szépen. Köszönjük szépen a visszajelzést. Hát, viccelődik velünk. Tehát ott tartottunk, hogy nem forróra, de azért mindenképpen meleg legyen a vasaló. Igen, és akkor tudjuk szépen megformázni a leveleket. Így gyakorlatilag most nem is fogjuk nagyon agyon formázgatni, de azért egy picit, ugye, hát azért mutatom a különbséget, hogy azért van közötte ugye különbség, amikor még nincs hőkezelve, és amikor már van hőkezelve. Jó, mutatom nektek így, hogy ő a nem hőkezelt, és ő a hőkezelt. Szóval mennyivel élethűbb, vagy mennyivel természetesebb ez, ami hőkezelve van, ő pedig még nincs. Tehát ő csak egy sík valami. Itt meg ő meg egy kicsit már életre kelt attól, hogy egy pici hőt kapott. Szóval előmelegedett a vasalóm. Szépen fogom ujjunkra, kezünkre vigyázni. Rárakom a... Így látszik? Jó. Rárakom a vasalóra. Picit még ott tartom. Amikor látom, hogy picit elkezd összezsugorodni a dekorgumi, akkor engedem, mert ő el akar válni onnan a vasaló talpától, engedem neki, hogy följöjjön, tehát nem szorítom rá, és csak nagyon egyszerűen, csak egy nagyon picikét meghúzgálom. Ezt nem dolgozom most agyon, azért, mert ennek így van szép formája, nem húzgálom, nem igazgatom, mert tulajdonképpen így néz ki a Mikulás virágnak a levele. Egyetlen egy dolgot lehet megtenni, hogyha nagyon szeretnénk, hogy így középre egy ilyen
erezetet beletörünk gyakorlatilag, és akkor nagyjából úgy fog kinézni a levélkénk, hogy így. Úgyhogy ennyi a hőkezelés, tehát tényleg semmi extra. Rárakjuk, újra vigyázni, picit rátartom ugye, mert hát nyilván nem fog ott maradni. Szépen rásimul mindenhol vasaló talpára, amikor elkezd összezsugorodni egy kicsit, és érzem, hogy kezd felpuposodni, tehát akkor már úgy megkapta a hő, akkor engedem neki, hogy elváljon, vagy hogy engedem, hogy lejöjjön róla a talpról, mert így nem fogjuk megéget, és ezt a kis helyes kis fazont így fölveszi. Szóval nagyjából ennyi a Mikulás virágnak a hőkezelése, semmi extra, de azért mégiscsak tényleg egy, tehát szerintem tök látványos, meg szerintem nagyon kis cuki. Na, azt mondtam ugye, hogy átkenegetni az éleket, ugye? Mondtam, jó. Igen, azt hiszem, hogy mondtam. Szóval az összes mérettel ugyanezt így eljátsszuk, egy picit várunk, nézzük közben, figyeljük, hogy mikor kezd el egy picit összezsugorodni. Köszönöm, megnézünk egy-két filmet. Nem, addig nem várunk. Addig nem várunk, de uncsi, csajok, nem, ugye, hogy nem? Remélem, hogy nem. Nos, és akkor így már is készen vannak a nagyon cuki kis leveleink, így. Ezeknél nem is mindegyiknél csináltam azt, hogy középen megtörtem. Hát ez olyan ízlés dolga. Ha tetszik úgy nektek, akkor törjétek meg egy picit a dekorgumit. Ha nem, akkor úgy is jó. Szerintem a lényeg az, hogy kinek mi tetszik, de az jó legyen. Ja, ezt, bocsánat, ezt gyorsan lekapcsolom és kihúzom, mert nem akarom, hogy tovább menjen. Megnézzük közben, hogy lehet, hogy mégse húzom ki. Nem bírom kihúzni, annyira szorul a elosztó. Egy új elosztót aprikáltam be, és jó kis merev, jó kis passzentos még nem lehet normálisan kiszedni. Nos, a doboznak a teteje az lassan megszáradt, de fogok majd szárítani. Még nem, még megvárom, amíg el tud csendesedni a hajszárító. Ugye azt tudjuk, hogy úgy szokott menni, hogy lecsendesül. Picit szárad a hajszárítom, közben most látom, hogy egy picit, igen, egy picit kikaptam a szalvétát, vagy a papírból innen az oldaláról, de majd ezt még szépen megjavítjuk, illetve picit... Marika írja, hogy kicsit sem unalmas. Kicsit sem unalmas. Írja, hogy izgi minden, amit látunk. Jól van, örülök neki. Akkor folyt köv, most egy picikét rászárítok a doboz tetőre, hogy azért normálisan tudjak rá ragasztani, mert ugye addig, amíg nedves, addig nem tudunk a ragasztópisztollyal sem ragasztani. Lehet egyébként az Express ragasztóval nem, de a Heavy Body-val nyugodtan föl lehet ragasztani, ha ügyesen tudtok vele bánni. Ezt azért mondom most így, hogy ügyesen tudtok vele bánni, mert ugye ahol kilátszik, ott megcsillan, az nem lesz olyan nagyon szép. Én azt gondolom, illetve azért gondoltam, hogy a ragasztó pisztollyal, mert ugye azt nagyon gyorsan tudok vele rögzíteni, és igazából tudom a levél alá tenni, tehát hogy nem látszik ki egyik oldalról sem. Úgyhogy el fogja fújni, de hogy fogja, elteszem innen, és akkor így nem fogja elfújni. Na, szóval kicsit szárítok, és már is folytatjuk.
Nos, innen folyt köv. Picikét rászárítottam a doboz aljára is. Szóval úgy fogjuk ezt most megoldani, hogy gyönyörű szépen ezeket a kis szirmocskákat szépen fölragasztjuk ide a doboznak a tetejére. Hát nézzétek meg, hogy mennyire cuki, mennyire helyesen, milyen jól néz ki, mennyire szép így vele, mennyire harmonizál vele, és mennyire kár lett volna mondjuk rózsaszínre festeni, mert akkor semmi kis eltérés nem lett volna, az egész úgy egybeolvadt volna. Így meg gyönyörű szépen kiemeli ez a country cake, ezt a kis nyalatot. Jó, nos, megnézzük, hogy működik-e már a ragasztópisztoly. Már teljesen jól működik. És elkezdem szépen fölragaszgatni. Ugye egymást, hát nem egészen érintik egymást, de először megnézem, hogy fog kiférni, illetve hogy hogyan lesz ez szép nekem. Nyugodtan mehet erre még több is, így, és akkor így. 2, 4, 6. Tehát jól mondtam, hogy 5-6 darab. Tehát az 5 is jó, a 6 is jó, millióféle Mikulás virág van, tehát van olyan, én direkt megnéztem, megmondom őszintén, van olyan is, aminek 5 szirma van, van, amelyiknek több nagy szirma van, szóval, hogy van ám bőven mindenféle fajta, úgyhogy ennek most így 6 szirma lesz, mit szóltok hozzá. Szépen fölragaszgatom, úgy, ahogy gondolom, hogy az esetleg jól fog kinézni. Szépen körbe-körbe megyek, és picikét, az sem baj, ha van közötte egy kis rés, az sem baj ebben az esetben, ha egymásra megy egy kicsit. Látjátok, mert itt van egy pici, itt már nem lesz, de nem kell nekem pontosan, totálisan, teljesen úgy belőni, hogy... Na most 5 vagy 6 legyen, nem, inkább 5 lesz, azért, mert szellősebben, szebben mutat, mert tulajdonképpen ide fog jönni még egy kisebb, illetve még a kisebbek ugye még közé fognak jönni. Úgyhogy elég nekem így, nem fogok 6-ot tenni rá, mert az már kicsit talán túlzás lenne, de ti nyugodtan kísérletezgessetek, vagy nyugodtan tegyetek többet, ha többet szeretnétek, vagy dúsabbra szeretnétek. Én ezt most olyan kis szellősre szeretném, mert hogy az egész doboz is egyébként elég díszes, elég sok minta van rajta, úgyhogy szerintem ez így teljesen elegendő rá. Nem kell teljesen, nem kell ráparázni, hogy pontosan, tökéletesen beilleszgetni, mert nem az a lényege, hogy most teljesen totálisan középre tegyük, vagy teljesen totálisan úgy rakosgassuk, hogy egy milliméteres eltérés se legyen. Itt nyugodtan lehet azért ilyen picike kis eltérés. És annyira kis helyesen, ez a nagy, ez nem kell nekem, vagy nem? Lehet, hogy nem, lehet, hogy ez a kisebb. Na már most majdnem elvesztem itt a levelek nagysága között. Jó. Ide jön a két levél közé, mindig úgy próbálom beilleszteni, hogy a két levél közé, két nagy levél közé kerüljön egy szirom, bocsánat, igen, igaz, szirom, nem is levél, hanem szirom. Két nagy közé kerüljön egy közepes. Elég szépen alakul. Nézzétek meg, hogy már is egy kicsit Mikulás feeling, ugye? Már azért kezd alakulni a Mikulás feeling. Mondjátok, hogy igen.
Ugye? Na. Egész szépen kezd Mikulás virág kinézete lenni. Szerintem. Nos, hogy tetszik nektek eddig? Mit szóltok hozzá? Szerintem igen, ez még. Annyira kis Erzsébet finom. írja, hogy gyönyörűséges. Na jó, van, örülök. Tetszik. Az a jó, hogy itt nincsenek szabályok, amiket úgy be kell tartani. Az egyetlen szabály az az, hogy úgy festd olyanra, olyan színre festd, amilyen tetszik, olyanra alakítsd, ahogy tetszik. Tehát, hogy igazából tényleg nincsenek olyan ősi szabályok. Interjú írja, hogy igen, gyönyörű lesz. Bocsánat, Lovai köszönöm Andi szépen. írja, hogy imádás van. Imádás van, nagyon jó, örülök neki. Andim, örülök neki. Hogyha imádás van, akkor én annak nagyon örülök. Ildikó írja, hogy szép, könnyed, elegáns. Nagyon jó, örülök. És majd meglátjátok, hogy mennyire klasszul néz ki így egybe az egész doboz, tehát hogy mennyire kis hangulatos ezekkel a színekkel. Annyira, tényleg annyira kis finom színek ezek, annyira kis, olyan kis leheletnyi. Tudom, hogy nem piros, de szándékosan nem akartam, mert hát nem csak piros Mikulás virág van, igen. Szegvédi Gabi pont írja, ez egészen különleges, nem a megszokott, idézőjelben Mikulásos. Na, ugye? Igen. Jó, Zita írja még, hogy nagyon szép, elegáns alkotás. Örülök neki. Na, így gondoljátok. Annyira, tényleg annyira kis finom színe van egyébként így, és a dobozzal összességében is azt gondolom, hogy aki esetleg még annyira elvetemült, én most nem fogom megtenni, de tudjátok, lehet kapni ezeket a kis picike bibéket. Tehát, hogy még azokat is akár be lehetne ide körbe tűzgélni. Én ezt most nem fogom, de lehetséges, tehát azt is, igen. A Gyöngyike kérdezi, hogy nagyon szép. Szeretném kérdezni, hogy ha nem dobozra raknám, hanem szálasra, akkor hogy készítenéd el? Van valami javaslatod arra is? Hát akkor mindenképpen drótra kell rögzítened. Ha nem doboztetőre csináljuk, akkor mindenképpen rá kell valami, tehát valami szára kell, hogy legyen, hogy ez úgy összejöjjön, hogy normálisan. Van a, hát úgy fogom neked mutatni, hogy így jó. Tehát van egy ilyen drótod, arra szépen ráragasztod, és hát ugye a közepét, és akkor igen, egy kicsikét kifelé hajtogatod, tehát akkor a hőkezelésnél, akkor egy picit erre nyújtjuk meg a gumit, hogy ugye kifelé legyen, és ide a drótnak a közepébe, oda pedig jöhet ugye azok a kis bibék, azok a kis picikek, kis már-már ilyen pöttyszerű valamik, ami tulajdonképpen igen, ez a virágnak a közepe, az, és akkor így szépen körbe ugyanúgy. Hát most így a ceruzával elég érdekesen néz ki, de értitek, vagy igen, értitek, hogy mit mondok, és akkor utána ugyanúgy lehet a középső, a ugyanúgy a közepére, igen, és Ági akkor a írja, hogy a kisebbet. fogantyúra egy pár pici sárga pötty, és már is van bibéje. Így van, egyébként az volt a terv, hogy azt fogom csinálni, hogy a közepére rá dolgozok valamit, és itt jött egyébként képbe, hogy amit az elején említettetek, a hókristály vagy ilyesmi, de Igen, mindig, hogy köszöni szépen,
teljesen érthető, ahogy elmondtad. Jó, nagyon szívesen. Én így csinálnám meg, meg így csináltuk egyébként, amikor ilyen szálas történetet alakítottunk ki. Na, szóval, hogy ide lehetne rátenni, igen, még ilyen kis pöttyöket, akár a hókristállyal, illetve akár egy kontúrozóval. Én most nem fogok rátenni, én nem szeretnék most rátenni. Sőt, ugye ennél a virágnál lehetett volna még azt is, hogy egy pici csillogó, bármilyen kis csillogás, akár a viaszpasztával, akár a hókristály vagy a jégkristállyal, simán be lehetett volna még egy kicsit csillogózni, de megmondom őszintén, hogy én most ezt így nem szerettem volna, hanem én kifejezetten kicsit ilyen letisztult, mert hogy a papír az nagyon szép, és tényleg nagyon kellemes színei vannak, nem egy tipikusan pirosas árnyalat, tehát így köszönő viszonyban nincs a piros árnyalatokkal, vagy az igazi karácsony is feelinggel, de mégis azt mondom, hogy nagyon-nagyon szép ez a papír. Tehát mégis egy olyan nagyon kis kedves az egész papír. És úgy gondoltam, hogy ehhez viszont abszolút nem akarom elrontani tulajdonképpen a csillogóval, mert hogy ez nekem legalábbis most így tetszik, de persze lehet, ha valaki szereti a csillogókat ebbe az esetben is, szeretem a csillogót, amikor olyan hangulatom van. Tehát nyugodtan lehet, nyugodtan megpróbálhatjátok, működik úgy is, hogyha az ember egy kis csillogást belevisz. Én most ebben nem fogok ilyeneket beletenni. Apropó, csak hogy azért teljesen szép legyen, meg teljesen befejezett legyen a munkánk. Ugye megkeresem a kicsit, kirakok ide még egy kis fehér festéket. Marci írja, hogy nagyon jó élőben látni, szép alkotás. Nagyon örülök neki, hogy tetszik, és hogy befejezett legyen a dobozunk, ugye, tehát azért a doboznak az éleit, meg itt ki is kaptam belőle egy darabot, látjátok, ezzel most így különösebben nem fogok foglalkozni, mert majd ha esetleg olyan lesz, hogy látványos, akkor azt majd bejavítom egy kis festékkel. Nem. Egyszerűen nem tudom megállni, bocsánat. Tehát nem visz rá a lélek, hogy úgy hagyjam. Tehát ne hari, tehát tényleg nem, egyszerűen nem tudom ott hagyni. Látom, hogy ott valami hiba, nekem az nem tökéletes, és egyszerűen nem tudok elmenni felette, tehát muszáj, hogy ott van a vörösbor színű akrilom, azt kicsit kérem szépen, ott van az asztalon. Az a piros. Köszönöm szépen. Mert ugye ez a kis foltocska, ez a szín, ez nem simán csak egy ilyen rózsaszín, hanem ebbe kell egy kicsi valami pirosas árnyalatot is tennem. Hát, hogy max a korcsolya élére tudnám elképzelni a jégkristályt. Na jól van, akkor nem csak én vagyok vele így, hogy nem akarok most így ezzel így tényleg nem akarok most így ilyen mindenféle csillogókat rátenni, pedig hát csajok vagyunk, és sokszor tényleg annyira kell az a kis csillogás, de egyszerűen most valamiért nem gondoltam azt, hogy nekem nagyon szükség lenne ott arra a csillogós dolgokra. Úgyhogy, ja, nem is abból, hanem innen veszek el egy kicsit. Egyszerűen. Na, és akkor már nem is annyira látszik, ugye? Sőt. Igen, mert hogy egyszerűen nem tudom én azt úgy hagyni, hogyha látom, hogy ott valami hibázik, akkor egyszerűen annyira bántja a szememet, annyira piszkál, hogy nem tudom ott hagyni. Na, hát nyilván most még azért tudnék belejavítani kicsit, de most már nem fogok. Muszáj egyszerűen nem
Annyira, akkor egyebet se néznék, csak azt, hogy az ott van az a kis hiba, és egész biztos, hogy semmi másba nem tudnék gyönyörködni, csak azt a hibát látnám az egész dobozból. Gyöngyige írja, tudtam előre, hogy nem bírod megállni, annyira szeretem a precizitásod, példaértékű. De aranyosak vagytok. Hát igen, ilyen, egyszerűen így vagyok összerakva, na, nem tehetek róla, tényleg. Aki nem így van összerakva, nyilván az se tehet róla, de én meg aztán tényleg valahogy így lettem összerakva. Szóval egy kicsikét látjátok, csak ilyen nagyon-nagyon finoman, ezt még picit hagyom száradni. Az indikó kérdezi, hogy a doboz annyira fehér marad, vagy azt is? Nem, azt is le fogom majd festeni ugyanolyan színre, mint a doboznak a tetejét, azt is, és a belsejét is le fogom, hát oda csak lazúrt fogok tenni a doboznak a belsejébe, mert tudjátok, a lazúr, a sima lazúr, nem a lazúrgél, az egy sokkal folyósabb festék, és az a borzasztó egyszerűen. Gondolom, hogy nem fűszertartó, hanem egyszerűen valami kis bombon szerűségek lesznek benne, úgyhogy az meg teljesen jó lesz. Már úgy értve, hogy nem káros az egészségre sem, meg semmire sem, hogyha le van lazúrozva. Tehát, hogy bombonok sütiket azért úgy nem, arra biztos tennék egy szalvétát, vagy valami kis papírt, de bombonoknál ez teljesen rendben van, hogyha az ember beleteszi a bombont egy lazúrozott doboz belsőbe. Nos, hát itt már csak tényleg kiemelem az éleket, hogy még egy kicsi, hát ilyen extra havas hatás, ami igazából semmi extra, és nem is extra, semmilyen formában nem, de hogy a hideg, ugye a fehér, az most itt ebben az esetben nekünk egy hideg és árnyalat, és nagyon szépen keretezi így a dobozkánkat, úgyhogy tényleg csak olyan kicsit lezárjuk, hogy azért mégis tessék nézni, hogy van ott nekünk egy szép kis lezárásunk, megvan minden oldala munkálva, és vagyunk. Jó. Hoppá, bele is nyúltam. Nem. Na, szóval azért így nagyon kis cuki. Minden oldalát megcsináltam? Azt hiszem, talán meg. Az alját azt majd lefestem kékre, erre a country kékre. Itt még egy kicsit így. Igen, az nem fog látszani nyilván, igen, mert ráteszem a tetejét, de nem baj, azért itt is legyen meg. Ha levesszük, akkor is szépet lássanak, és minden oldalról teljesen rendben legyen. Így, egyszer, megvan a, sőt, most ezt ide teszem, mert még ott lehet, hogy fog a festék. És akkor azért, hogy stílusosak legyünk, egy picit, még nem baj, hogyha tompítunk rajta, mert ugye az nem árthat neki, és egy nagyon kicsit is jeges, havas hatást most nem a különböző csillámokkal, hanem csak ezzel a kis fehér akrillal érem el, és ez pont annyit ad nekünk hozzá, hogy tényleg még azt a kis havas, jeges hatást azt simán adja nekünk szerintem ezzel, hogy egy picit átkenegetem. Jó, neveleket azért nem akarom átkenegetni, mert hogy ugye alig vártuk, hogy beszínezzük, szóval ne legyen fehér, de itt a doboznak a széle az még nem baj, ha egy kicsikét fehérrel átkenegetjük.
Gyöngyike írja, hogy a doboz önmagában egy kis ékszer, a tetejével megkoronázod, annyira elegáns. Aha, igen, aranyos vagy, köszönöm. Lenné Zsuzsanna pedig kérdezi a rizspapírnak a számát. Számát, azt mindjárt mondjuk. Írja, hogy nagyon szép így együtt. A rizspapír száma az a DFSA, mondja te is. DFSA. Igen, 43. 4730. 4730. Tehát mindjárt... DFSA 4730. Ó, hát én nem bírok ilyenkor ennyi számot megbetűt megjegyezni. Várjál, mindjárt leírom ide, és akkor ide rakom. Sőt, nem írnád le, légy szíves, és... Mindjárt, csajok, mindjárt írjuk, és akkor úgy egész biztos, hogy nem felejtitek el. Nos, nem... hogy lássátok így is. Még egy picit nedves, de szóval, hogy így lett ez ilyen mikulásváró kis dobozka, és ugye nem feltétlen kell, hogy piros legyen a mikulásvirág, bár igaz, hogy az igazsághoz hozzátartozik, hogy az a klasszikus, de szerintem ma már mindenféle fajta színűt lehet kapni, sőt, nekem nagyon tetszik a fehér is, amikor csak tiszta hófehér a mikulás virág, az is gyönyörű, annyira elegáns, de hát akkor mit mutattam volna ma nektek? Úgyhogy gyakorlatilag ennyi, ami... Nos, akkor nézzétek így. Így. Hát mindjárt mutatom a tetejét is, így, és akkor így körbe mutatom nektek, és hát szerintem nagyon kis, annyira kis finom színe van, és annyira kis klassz lett így együtt egy nagyon kellemes látvány, tényleg így élőbe is. Úgyhogy nagyon remélem, hogy kedvet kaptatok hozzá. A számát azt odaírt, igen, azt meg tudjátok nézni. És én azt mondom, hogy próbáljátok meg. Nagyon örülök neki, hogy tetszik nektek, hogy igen, hogy próbáljátok meg, és légy szíves, mutassátok majd meg nekünk, hogy mit alkottatok. Nem hiszem, nem volt bonyolult, ugye, abszolút nem volt bonyolult. Tényleg gyakorlatilag ami olyan húzósabb, az a doboz, de hát azt azért elmondom, hogy nyilván lehet esetleg megpróbálni egy akár befőttes üvegre is, csak ott ugye az van, hogy a tetőt, az fém a tető, azt óvatosan fúrjátok át, de arra is simán el tudom képzelni, hogy működik. Ugye dekopázsolni tudunk üvegre, csak előtte alapozni kell mindenképpen azt is, dekopázsolni is tudunk, a virágokat ugyanígy meg tudjuk oldani, és a tetőt, azt hát ha van olyan fúrótok, akkor nyilván egy fém tetőt is át lehet fúrni, azt is le lehet alapozni, festeni, és ugyanúgy meg lehet oldani rá, szóval még az sem feltétlen szükséges, hogy pont egy ugyanilyen doboz legyen, bármilyen dobozra, illetve ha akarjátok, szálasba is el lehet készíteni. Nem bonyolult kivágni, nem bonyolult megformázni, nem bonyolult beszínezni, és... gyakorlatilag azt gondolom, igen, hogy mindent megmutattam, úgyhogy remélem, hogy így ti is nagyon egyszerűen el tudjátok készíteni, és ráadásul nem kell azon izgulni, hogy szeretnék mikulás virágot, de nincs olyan színbe, amit én szeretnék. Szóval az olajpasztel bármelyik színével el lehet készíteni. Egyébként gondoltam rá, nem most fogom megoldani, de gondoltam egyébként a hajnalka visszatérve a színesre. Olyanra is gondoltam még régebben, hogy nem most, hogy fekete dekorgumit fehér porpasztellel megszínezni egy kicsit, és ugyanígy megcsinálni, és egy ilyen fekete-fehér aranydobozt elkészíteni. Szóval az is biztos gyönyörű lenne, és egyszer meg fogom próbálni, csak ott fekete
alapon lenne a minta a doboz oldalán, a teteje mondjuk lenne, nem tudom, fekete vagy fehér, és akkor arra a fekete virágokat egy pici fehérrel megszínezni, és egy pici akár aranyfüsttel be csillogtatni az egészet, úgyhogy terv még van, de még nem jutottam odáig, hogy meg. Oké, hogy megcsináljam, nem tudom, mikor lesz meg, igen. Az Erzsébet kérdezi, mennyi különbség van a szirmok méretében? Mennyi különbség? Hát, abszolút szemre. Na figyelj, így megmutatom, jó? Ide leteszem, és akkor így fogod látni, hogy csak tényleg szemre, semmi egyforma nincs benne, mert tudod, hogy az egyik hát, kicsit... Csináljam, hogy az autofókusz nem fókuszál oda. Nem fókuszál. Ide? Igen. Így? Nem fókuszál, nem tudok állítani kamerát sajnos. Várom. Mindjárt. Kamerának légy szíves, közelről. Igen, jó, most rendben. Most már látszik. Így látjátok? Most jó. Na, szóval, hogy ez a legnagyobb, ez a kicsit kisebb, és ez a legkisebb. Tehát, hogy, na várjatok, így mutatom. Így. Na. Ennyi, így szemre, nagyjából, satszperköbő, ennyi különbség van, hogy ugye látszódjon a Most akkor megint lefagy, nem fagy. Igen, hát nem tudom, hogy mi történik. Köszönöm, hogy itt voltatok velünk, köszönöm, hogy mindig itt vagytok, és mutassátok meg, hogyha elkészítettétek a szép kis mindenféle csodákat, bent a dekor csoportba oda fel tudjátok tenni, és meg tudjátok nekünk mutatni. Én is nagyon élveztem az elkészítését, és én is nagyon imádom, úgyhogy hajrá, lányok, lehet kezdeni a Mikulás virággyártást. Szép estét nektek, sziasztok! Találkozunk legközelebb is. Jó év, sziasztok!